Ilyen volt, és ilyen lett. Az idén 28 éves csarnok felújításának első üteme 2014 nyarán kezdődött el. Akkor az energetikai korszerűsítés mellett kicserélték a nyilászárókat, valamint új külsőt kapott az épület. A belső átalakítás során megtörtént a teljes épületgépészeti rendszer, a légkezelők és az informatikai rendszer cseréje, valamint modernizálták az eredményjelző berendezéseket és a hangosítást is. A csarnok befogadó képessége mobil lelátók beépítésével 2500 főre bővült. Kialakítottak 6 VIP páholyt és több rendezvénytermet, valamint megtörtént az épület teljes akadálymentesítése is. Az egyik fő funkciója a sport, a versenysport, és kiemelten a nemzetközi sportesemények helyszíne. És hát én beszéltem a tegnap előtt a francia hölgyel, aki ennek a Euróliga csoportmesnek a szupervájzora, és azt mondta egyszerre csak, hogy fantasztik. A felújítás közel 2,1 milliárdos költségét teljes egészében a magyar állam biztosította. A sportért felelős államtitkár szerint minden igényt kielégít a multifunkcionális csarnok. Tényleg azt lehet mondani, hogy minden igényt kielégítő, akár hogyha a sportolókat nézzük, az élsportot, akár a szabadidősportot, akár kulturális események, akár a nézőket, hogyha nézzük, vagy a támogatókat, mindenkinek tökéletes. Tényleg azt lehet mondani, hogy az országban egyedülálló sportcsarnokról van szó, és nagyon nagy öröm számunkra, hogyha a sport létesítményt adhatunk át ilyen minőségben. Az új csarnok első rendezvénye egy háromnapos női röplabda Európa Liga torna. Magyarország mellett Szlovénia, Görögország és Románia válogatottja lép pályára.